Köszöntöm az esti mérlek nézőit. Az őszi önkormányzati választáshoz kapcsolódóan a polgármester jelöltek újra bemutatkozhatnak itt nálunk a stúdióban. A mai vendégem dr. Márton Roland, az ellenzéki összefogás polgármester jelöltje. Köszöntöm itt a stúdióban. Én is köszöntöm a nézőket. Szeptember 9-ével ugye lezárult az aláírás gyűjtésnek az időszaka. Sikerült megszerezni akkor a jelöltséghez szükséges 300 szavazatot. Hogyan lehet értékelni az aláírás gyűjtési időszakot? Mit tud róla mondani? Azóta is folytatjuk a dór kampányunkat, csak már nem az ajánlásokra gyűjtjük a támogatását a fehérváriaknak. Nekem nagyon pozitív tapasztalataim vannak, és mind a, a, a 14 egyéni jelöltünk ilyen tapasztalatokról számol be. Nagyon hamar összegyűjtek a szükséges ajánlások, úgyhogy alig tudtunk egy-két utcával végezni, úgyhogy ezért is folytatjuk a, a házról-házra járást, mert szeretnék minden háztartásba eljuttatni a változás üzenetét. Ugye ez egy új, már az előző öt éves, az, előző, az öt évvel ezelőttihez képest, ugye 7 hét párnak a jelöltje föl is sorolnám, jó, mert jó. Ezt, ezt, még akkor most Fontos megtenném. Is, és Igen, és neki, azért ja. olvasom, mert nem, 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 tudnám valószínűleg mind a hetet fel, felsorolni. Tehát van ugye a demokratikus koalíció, a jobbik Magyarországért mozgalom, a lehet más a politika, mindenki Magyarország a mozgalom, a Momentum mozgalom, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért pár Ennek a hétnek a jelöltje. Szóval, hogy más a helyzet az, az öt évvel ezelőttihez képest. Milyennek érzi most így, hogy összefogás jelöltjeként, polgármester jelöltjeként indul? nagyon erős egységet alkotunk. Ugye már a 2018. áprilisi országgyűlési választásokat követően az új többség mozgalom keretében megígértük a székesfejvárnak, Székesfehérvárjaknak, hogy az önkormányzati választáson egységben fogunk indulni, hiszen a 2018-as tavasi választásokon is úgy győzhetett csak a Fidesz, hogy az ellenzék megosztott volt, hiszen kevesen tudják ezt a tényt, de 54-46 százalék arányban az ellenzék győzött a 2018-as tavasziválasztásokon Székesfehérváron, de mivel megoszlottak az ellenzék szavazatai, így, tudott, így tudtak a fideszes képviselők hát győztesként kijönni ebből a, a küzdelemről, és ezért a, a, az ellenzéki többség, a változást akarók, fehérvárgyak többsége nem tudott győzelmet alatni. Erre kerestünk megoldást, és már onnantól kezdve egy nagyon erős, heti szintű egyeztetésen, munkaterápián alkottuk meg a közös várospolitikai programunkat, mert én azt kértem mindenkitől, és ebben egyet is értünk a partnereimmel, hogy nem csak valami ellen, a nemzeti együttműködés rendszere ellen álljunk közösen csatasorban, hanem közös várospolitikai célokat is tűzzünk ki. Így született meg az egészségügyre, a közlekedésre, az oktatásra, a lakhatásra, vagy éppen a klímaváltozás elleni küzdelemre fókuszáló várospolitikai alternatívánk. Igen, hát is akartam térni már akkor a programra, nagyon nagy pontokat elmondott belőle. Mi is a központi témája, vagy hát terve ennek a programnak? Így van, a, a Cserpakvics és a Fejvári Fidesz folyamatosan azzal támad bennünket, hogy mi rombolni akarunk Székesfehérváron. Ezzel szemben a valóság az, hogy mi akarunk egészségügyi diagnosztikai központot építeni Székesfehérváron, CT, MR, ultrahangos képalkotó eszközökkel, ahol a Székesfehérváriak egy héten belül szakorvosi beutaló alapján ingyenesen időpontot kapnak. Mi vagyunk azok, akik a közlekedési káosz felszámolása érdekében, amit Cserpakvics András városvezetése Sisyfuszi mankával 9 év alatt összehozott itt a városban. Ezzel szemben a sávszűkítések felszámolásával, modern parkolási infrastruktúra kiépítésével, a fejevári forgalomszervezés, elsősorban a lámpák összehangolásának elvégzésével, szakmérnöki munkák alapján el tudjuk érni a változást, és elengedhetetlen az is, hogy az autóval szemben alternatívát kínáljunk a fehérváriaknak arra, hogy a város egyik részéből eljussanak a második, másikba. Ez pedig minőségi közösségi közlekedésre van szükség, buszozásra és ki kell építeni a kerékpáros közlekedésnek és az alapvető infrastruktúrái szükségleteit is, hogy ne kelljen mindenkinek az autó használattal élnie a városban, és így a zsúfoltságot csökkentve vissza tudjuk állítani azt a helyzetet Fehérváron, hogy nem kell reggel este dugóban tölteni az idejét a fehérváriaknak. Most a közlekedés az már kicsit jobban kiemelt, engem, még az egészségügy érdekelne, hogy ott egészen pontosan mik is a tervek. A Tóth József barátom, aki a 13. kerületi polgármester, már innen, már innen lassan 30 éve, ők végeztek egy, építettek meg egy ilyen központot, amit hát most már elég sok önkormányzat egyébként kezd célul kitűzni. Önkormányzati tulajdonban hoznánk létre egy új intézményt, ezt a fűtőerőmű Kft. helyén építenék meg a, a Gáz utcában, így jobban ismerik talán a fejevárják, jobban tudják azonosítani a helyszínt, Ebben városi beruházásban, a saját, a város saját forrásából, illetőleg, és ezért is jártam többek között Brüsszelben két héttel ezelőtt, hogy közvetlen uniós forrásokat tudjunk ehhez is felhasználni. Itt építenénk meg ezt a diagnosztikai központot, ahol a, világ legmodernebb CT berendezését hozzuk, a világ jelenlegi legmodernebb MRI berendezését hozzuk, és a világ legmodernebb ultrahangos képalkotó eszközeit. Ugye nem, a, nem ennek az intézménynek a megépítése és ezeknek a gépeknek a beszerzése egyébként a nagy kihívás, mert ehhez a pénzt, a forrást meg tudjuk szerezni, hanem ennek a diagnosztikai központnak az üzemeltetése és a szakszemélyzetnek a biztosítása. Ezért a, a 13. kerületi modell alapulvételében egy koncesziós működtetésben gondolkodunk. Ez úgy néz ki, hogy ez a, ezek a legmodernebb, tényleg csúcskategóriás képalkotó berendezések a világ leggyorsabb detektoraival, a világ legnagyobb felbontásra képes diagnosztikai eszközeivel. A fejvárjak kapnak csak egy héten belül ingyenesen időpontot, tehát akinek tudja igazolni a lakcímkártyával, a, a, a illetőségét. És a ezeket a, ezt a kapacitást egy pécsi kutatócsoport segít nekünk ebben, úgy tervezzük meg, hogy ez a nap 24 órájából 8-9 óra alatt el, el, tud végződni, kiszolgálja a fehérvári igényeket, és az ebben foglalkozó orvosi és ápoló személyzet az ezen túli fennmaradó kapacitás piaci alapon értékesíteni tudja másoknak. A 13. keleti modell is így működik, így lehet nulszaladóra kihozni, és így lehet rendkívül költséges orvosi és szak, szaknővéri hát humán erőforrást biztosítani, mert mivel a világ legmodernebb gépeit szerezték be, nem csak az országon belülről, de hát Szlovákiából, külföldről is járnak oda emberek, és fizetnek azért, hogy ezt a ultramodern technológiával hát a diagnosztikai vizsgálatokat el tudják végezni. Az oktatás ügyel kapcsolatban vannak elképzelések? Így van, ahogy az egészségügyben, hogy a közszolgáltatások minden területén azt figyelhetik meg a fehérváriak, hogy zuhanásban van. És a források megvonásával, a színvonal csökkentésével a Fidesz az egészségügyben és a magánegészségügy felé tereli a székesfejváriakat. Így oktatásban is ö, megy le a színvonal, és a fejvári szülőknek, nagyszülőknek a saját pénzükből kell finanszíroznia az iskolán kívül megvásárolni a... Színvonalas nyelvoktatást, a digitális, az informatikai, robotikai képzést. Van próbálkozása a jelenlegi városvezetésnek, az Alba Innovár projekt egy ilyen, ahol egy nagas, magas színvonalú digitális ismerkedésre van lehetőség a fejvároni fiataloknak, általában az év egy-két napján. Ez nem elegendő. Nyelvtanulással ma már. Fel kell vértezni a fejévári fiatalokat legalább angolul. Én azt az a célunk, hogy 14 éves koráig minden fejévári fiatal tanuljon meg, folyékonyan a napi szintű használhatóság érdekében angolul, és a, a digitális a robotikai képzésben pedig napi szinten találkozzanak a fejvári fiatalok ezekkel a, a versenyképes tudást biztosító képzési formákkal. Ez pénzbe kerül. Ugye a kormány a fejvári Fideszes országgyűlési képviselők szavazataival megerősítve kiszorította Székesfehérvárt a saját iskoláiból, és a kormányzati hatáskörbe utatava, ahol Budapesten gyirodában döntenek arról, hogy mi van a mi általános iskoláinkban, meg is látszik ennek az eredménye de mi be akarunk ebbe ö, avatkozni, nem fogok a hatáskör hiányára hivatkozni majd a fejvárjakkal szemben, ha számon kérik rajtam ö, ezeket a, az ígéreteimet. Egy alapítványon keresztül fel fogjuk tőkésíteni az ezzel foglalkozó alapítványt, és ebből finanszírozzuk meg ezekhez a képzési formákhoz a szükséges infrastruktúrális beruházást, és azt a pedagógus bérkiegészítést, ami a magas szintű szakmai munkához elengedhetetlen. Ugye beszéltünk már az egészségügyről, oktatásügyről, mindegyikhez kapcsolható a, a munkaerő, és Igen. ezzel kapcsolatban önöknek van lakhatással kapcsolatos, bérlakás építéssel kapcsolatos terve is? Ez egy össze, minden 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 összefügg. Én egy integrált település településmenedzsmentben hiszek, ez egy bonyolult szakmai kérdés, nem mutatnám ezzel a, a, a nézőket. De ugye az oktatás is összefügg a, a lakhatással, és egyébként a munkabérek mértékével a városban. Én ezt úgy közelíteném meg, hogy a fejvári képzett fiatalok elvándorlása az súlyos probléma. Ezt a jelenlegi vezetők tagadják, szerintük ez normális dolog, hogy elvándorolnak a fejvári fiatalok, szerintem nem az hiszen a város fenntartható fejlődése, a gazdasága minden szempontból a jövője az azon múlik, hogy a fejvári fiatalokat itthon tudjuk-e tartani. Ehhez szükséges az oktatásfejlesztés, hogy versenyképes tudást kapjanak, ehhez szük szükséges a lakhatás elősegítése, hiszen nem mindenki születik milliómos családba ez egy, ez egy álom, hogy majd szülői segítséggel a fiatalok lakáshoz jutnak egy olyan piacon, ahol lassan 600 forint körül van egy lakásnak a négyzetméter ára. 130-140 ezer forintot kérnek bérleti díjba, plusz rezsi egy lakótelepi lakásért ma. Ezt nem tudják a felnövekvő generációk vállalni, ezért otthon élnek a szülőkkel a Mama Hotelbe, ettől elmegy a kedvük, elegük lesz belőle, és inkább kivándorolnak külföldre, ahol meg tudják fizetni a magasabb munkabéreből a lakhatás költségeit. Egyrészt a lakhatás költségeit le kell szorítani a városba, ez bérlakásokat kell építeni, és lakásokat kell felújítani a meglevő állományból, de ennél bonyolultabb koncepcióban gondolkodunk, önkormányzati beruházásban akarunk építési telkeket kialakítani, hogy ott is lejjebb húzzuk az árakat, és egy komplex beavatkozással szeretnénk kézbe tartani a fejvári lakáspiacot és a lakás árakat, hogy ne szabaduljanak el ennyire a fizetőképes kereslettől az árak. A másik az, hogy a béreket is a lehető legmagasabb szinten kell tartani a városban. Ennek egyetlen egy drasztikus módja van, hogy a dolgozói érdekképviseleteket, a szakszervezeteket kell támogatni Fehérváron. Ezt én úgy képzelem, hogy a város iparüzési bevé, adóbevételnek körülbelül az 1 át minden évben átengedném a dolgozói érdekképviseleteknek, és emellett infrastruktúrában is kapnának támogatást, ne a parkolókban, a motorház tetőn kelljen egy-egy szakszereti mozgalmat szervezni fel, hogy le, ahogy jelenleg zajlik, hanem ehhez legyen irodájuk és székhelyük, ahol ezt a munkát el tudják végezni. És abból a pénzből, amit a város átengedne nekik, meg tudják finanszírozni, hogy a város legjobb ügyvédei és az ország legjobb gazdasági szakemberei támogassák az ő munkájukat abban, hogy minden év végén, az adott vállalat versenyképességének megfelelően a legmagasabb munkabért tudják kialkudni maguknak. Ha nem emeljük a, 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 munkabéreket, akkor a képzett munkaerő el fog vándorolni Székesfehérvárra, és ez hosszú távon fenntarthatatlaná teszi nem csak a, a mindannyiunk életét a városban, de bizony azt a gazdaságot is, amire a város jövőjét alapozni kívánjuk. Ugye új hajót tudom, akkor a programon fontos szerepet kap a klímaváltozással kapcsolatos probléma megoldás, illetve a környezetvédelem. Ezzel kapcsolatban milyenek -e az elképzelések? Így van a klímaváltozásról az ezen a héten a parlamentben is lett volna egy vita nap, ahol a fideszes képviselők nem jöttek el. Ez jól tükrözi a jelenleg hatalmon levők hozzáállását ez a kérdéshez. Ezt ők nem tekintik valódi problémának, nem is akarnak tenni a klímaváltozás hatásaival szemben, és nem is akarnak alkalmazkodni ahhoz, ami ebből már elkerülhetetlen. A politikai ellenfelem Cserpakovics András ígért már ebben sok mindent a fejevárjaknak, a Zöldváros Fejevárdi Tüdeje program keretében, nem lett ebből semmi, most látom a kampányban újra megígérést, novemberre előrehoz valamilyen fatelepítést, ha már csak ennyi értelme volt a kampánynak, akkor ez egy jó hír, mert erre óriási szükség van. A zöld övezeteinket fejleszteni kell fejével, nem csak a város határában, amire a mostani tervek szólnak, hanem a lakótelepeinken és a belváros környékén is minden zöldítésre alkalmas területet ki kell zöldíteni. Ez nem csak fatelepítést jelent, hanem Ez elsősorban... Szerint, hogy a, a meglévő betont felszedni, és akkor a... Amit csak lehet, ugye sok amit csak lehet fel kell szedni, és kell, termőfölddel kell teríteni, azt rányázni is kell, és ki kell zöldíteni. És a nyugat-európai, meg Budapest egy-két kerületében levő benchmark alapján abban hiszek, hogy a, a legnagyobb akadálya egyébként a, a, a lakótelepek és a belváros környéke fásításának, mert volt erre próbálkozás, csak ezek a fák egytől egyik kipusztultak a, az elmúlt években. Érdemes megnézni a Palotavárosban, vagy a kettes választó kelletben is azokat a fákat, amiket elültettek, hát kiszáradt kóróként állnak ott szerencsétlenek, és a, a fű is kiveszik, nem bírja a klímaváltozást. Ez a, ez a, a növényzet képtelen üdeződ lenni, és valódi felüdülést nyújtani a fejvárjaknak, és képtelen lehűteni a várost a, a, a hőségben. Ezért talajvízre fut kutakban gondolkodunk. A családi házas ezt a lakók magánberuházásban megoldják, ebbel tudják gondozni a házak környéki zöld felületeket. Ezt a lakótelepeken és a belváros környékén az önkormányzatnak kell megterveznie és elvégeznie, és ezekről a, a, a talajvízre fut kutakról kell az öntözését megvalósítani és megoldani ezeknek a zöld felületeknek, hogy ez valóban üde zöld tudjon lenni és felüldülést tudjon nyújtani a fehérvárgyaknak, mindannyiunknak. A 40 fokos hőség az ma már korábban csak két hétig tartott a városban, ma már két hónapig ezzel szemben védekezni kell. És őszintén szólva, ha már nincs kánikula, akkor is jól esik leülni délután vagy egy hétvégi napon időseknek, fiataloknak egyaránt egy, egy hűs, ligetes területen. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt, sajnos ennyi fért bele a mai műsorítónkba. Köszönöm szépen időmbe. a meghívást. Köszönöm szépen. Az esti mérlekben dr. Márta Rolandot, az ellenzék összefogás polgármesterjelöltjét ismerhették meg, illetve a programját. Köszönjük, hogy velünk tartottak, köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.